Sziasztok, Pala vagyok, és itt vagyok egy újabb live streammel, méghozzá nem mással jövök nektek, mint a Direwolf 20 folytatásával, azaz Minecraftozni fogunk így a délutáni órákban. Skodálatos vasárnap délutánunk van, ha kidugod az ujjad az ablakon, lefagy, és így úgy gondoltam, hogy így beülök és elkezdek szüttyögni, amúgy is van hova, meg hogyan, közben itt ezt megigazítom, ezt a mikrofont. Ennek így jó lenne, ha nem lógna bele így mindenbe is. És hát igazából így nincs más hátra, mint előre. Rányomunk a játékra. Oszt. Oszt, hadd szóljon. Majd lesz valami. Egyszer csak betölt elven. Olyan lassan szokott betölteni a Minecraft, úgyhogy ezért jól megebédeltem én is. Aztán így gondoltam, hogy itt az ideje annak, hogy folytassuk, ahol abba hagytuk. Valami ruhát készítettünk most már két rész óta, szerintem azt fogjuk folytatni. Ehhez valami reaktort gyártottunk, ami igazából nem kellett, de a mellékterméke annál inkább. És ezt lehet tovább nyomni. Elvileg a legerősebb ruhát próbáljuk megcsinálni a játékban. Ami nem tudom, hogy mit fog tudni, vagy mit nem fog tudni, de az biztos, hogy legalább jó bonyolult megcsinálni. Persze csak ha elindul, ha lassan indul el, akkor várni kell rá egy kicsit. Látom azt, hogy így a CPU 100%-ra pörög föl, szóval van gond. De ne aggódjatok, ami késik, az a MÁV. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy kedden nem lesz Minecraft, továbbra is minden kedden Minecraftozunk. Az fix, a többi meg ilyen hangulatfüggő. Na, joinoljál be, légy ügyes. Ez az. Ez már Minecraft, a javából. Még egy kicsit lagolunk, tehát hogy így van 10 FPS-ünk, de majd betölt a világ körülöttünk. Miért fogyott el abból a víz? Az nem jó, ha abból fogy a víz, annak mindig tele kell lennie. Ugye itt a múltkor ezen dolgoztunk pont. De nem, ez növekszik, jó van. Ez a zúgás, öcsém. Ha? Hogy a gőzt ki lehetne, ja értem. A töbletet azt ki lehetne nyomni a gőzből, azt ventilálná itt ki. Hogyha az a gép több gőz gyártana, meg gondolom az se jó, ha felgyűlik. Oké. Okay. Jó, hát akkor erre kijelenthetjük, hogy az ott működik. És Anna ennél a gépnél van az a melléktermékünk. Ez a nukleár vészt, tehát a nukleáris hulladék. Ha, és annak már van radioaktivitása, tehát ez a jó lenne nem érintkezni. Itt meg, jaj, tudom, ezt kezdtük el itt buzerálni, és nem ment vele az oxigén, talán. Talán, mintha az lett volna a legfőbb bajunk, hogy nem megy be. Mondjuk nincs is benne elég áram. Miért nincsen ebben elég áram? Ha leütök itt egy izét, kábelt, akkor elvileg ebben szaporodnia kellene, aha. Nem, nem ebbe kéne legyen folyamatosan elegendő oxigén.
ami nincs, tehát a rendszerve kevés az áram. Nézzük a reaktorokat. Kezdjük azzal, hogy lehet, hogy rég néztünk reaktort, pedig de ez emelvel van megoldva, tehát ezzel nagyon nagy baj nem lehet. Ez is emelvel van megoldva, akkor ezzel se lehet komoly gond. Ez nem. Igen, ebbe kell is urániumot hozni. Tehát itt azt mondja, hogy mi az uránium. Szépen rakunk urániumot a rendszerbe, és akkor ez is fullon fog termelni. Így. Meg ki is veszük belőle ezt a cianit ingotot. Lövésem nincsen, hogy ez a cianit ingot, ez most még nekünk mire lesz jó, de legalább van. Ha nincs áram a rendszerben, mert a folyamatos használata az több áramot fogyaszt. Hol van ez az oxigéngeneráter? Ötnél többet nem bír el az elektromos rendszerünk. Így most van áram a rendszerbe, jó? Jó lenne, ha a kábelekben lenne tartalék valóban. És az volt a bajunk, hogy ez nem hajlandó a megfelelő oldalra bemenni, véletlenül se. Ez a folyadék innen, ami itt termelődik, nem itt termelődik? A hidrogén termelődik itt, nem etilén. Honnan kap etilént? Pedig valahol, ja, innen ez a melléktermék, értem. Ha, és ez ilyen bioüzemanyaggal termeli az etilén, de az volt a bajunk, hogy... és a szuit... Alapvetően azt hiszem ez a HDPE lap, és... bal oldalon volt az etilén, jobb oldalon az oxigén. És lehet, hogy ez annyira szigorú recept, hogy az volt, igen, ez volt a baj, hogy az etilén rossz oldalon van. És nem tudom kidampolni belőle az etilént. Az oxigén egyértelműen látszik a csőben, hogy van. És a gázokban bemenet az eleje, meg a hátulja. Amit nem akart, de van neki, igen, ezzel szenvedtünk, emlékszem, itt adtuk föl, hogy... sikerült megoldani? Nem. Ott van az oxigén. És az Istenért nem akar... Istenem nem akarja bevenni.
Egyelőre. Hogy ez item inputnak akarja használni, aha, várjál. Az folyadék, és a hátulja az most gáz. Nem akarja ezt a reakciós kamrát úgy csinálni, ahogy nem lehet átszínezni, hogy ez mind piros. Tehát csak bemenet van, meg kimenet van. Piros, meg kék a csá. Input-output, semmi. Aha, ezekre lehet beállítani. Ez elég szomorú, hogy nem bírunk ebbe a gépbe oxigént pumpálni, és ha leütjük. Itt még upgrade-ről szó sincs. Csinálunk egy második ilyen pressurized reaction chamber-t, és megnézzük, hogy hát ha abba sikerül meggyőznünk egy oxigénről. Alloyból csináljál egy párat, mert kell. Steelből csináljál egy párat, mert kell. Ironból csináljál egy párat, mert kell. Úgy jó lenne, hogyha elkezdene dolgozni a rendszer. Nyersanyag szinten, mert nem fogunk tudni kraftolni. Nem azért, mert nincs semmink, van. Szimplán és egyszerűen azért kell az alapanyagokat előkészíteni, mert magától nem találja ki, hogy mit kell csinálni. Enrichment chamber, igen. Oké. Lerakunk egy zsíróját. Hopp, az meg is ette az oxigént. Aztán lerakunk, ez itt Elite Pressurized Tube. Egy ilyet. És azt nem tudom, hogy megkapja az etilént. Ahhoz ezt itt meg kell hajtani. A csőbe benne kell, hogy legyen. Jaj. Csőbe benne kellene, hogy legyen az etilén, de ő erről nem tud. Most az oxigén bemegy jó helyre, aminek örülünk. Az etilén nem akar a front oldalon. Gáz, front, az a back, ez a front input pedig. Mondjuk a biofuelt, azt nem tudom, hogy eleget gyártottunk-e ahhoz, hogy megmozduljon bármi benne. De hát az etanol valahova eltűnik. Tehát, hogy ezt azért tegyük hozzá, hogy valahova eltűnik az etanol, mert nem tűnne el, akkor benne lenne a cuccba.
gáz, input, jó, jobb oldalra küldenék ki, de egyelőre input a ezé. Ezek a kövek, ezek valami irgalmatlan mennyiséget el tudnak nyelni a dolgokból. Nézzük csak meg, hogy mi van akkor, hogyha így próbáljuk meg esetleg. Nem bírom belevinni az egyik cuccot, az oxigént. Ez lenne az utolsó lépés, hogy megcsináljuk ezt a HDPE pelét. Liquid, flowing, liquid, flowing. Várjál, lehet, hogy nem jó az et, mert ez sima etilén, amit gyártunk. Neki meg liquid kell. Aha, kondenzálni kell a sima etilént. Condensating, rotary condensator kell. És szimplán bele kell vezetni, hogy liquid etilén legyen. Értem, tehát nem való bele ez a fajta etilén. A múltkor már emlékszem, ez volt az agyhalálom, hogy már nem értettem, hogy miért nem akar működni. Most meg azonnal látom, hogy nem jó anyagot akarunk vele vezetni, és azért nem működik, mert folyadékot kell bevezetni. Azt mondja, hogy konden... Mi kellett neki? Rotary, kondenszentrátor, vagy mi? Igen. Szia, Christmas! Mi az, hogy help? Mi a gond? Nem hoztunk ide elektromos kábelt, advanced universal cable hiányunk van. Azt mondja, hogy universal cable már nincs hiányunk. Miben segítsünk, Christmas, mondjad, mi a gond? Igen, Rotary Condensator. És akkor... Nézd meg, átdolgozza folyékony etilénné. És akkor csak annyi lenne a feladat, hogy egy fluid pipe-al, amiből nálam persze egy darab van, amikor kéne vagy öt. Vagy 20. Tök mind. De várjál, van nálam izé mechanical pipe, ami fluid pipe elvileg. Ugye ez nem köt össze azzal. De nem ám. Meg kell határozni neki, hogy az oldal konfigban folyadékokra ez output. Ögyni, már megy is. Szia jelszó! És belemegy végre ez a szar. Haraj! Jó van, a múltkori agyhalál után sikerült tovább jutnunk valamennyire a dolgon. Jó, hát az etilén gyártás lassú. Etilén gyártás lassú és nyögvenyelős folyamat. Jó, biofuel. Ebből még most kraftoltatunk vele egy keveset. A krumpliból csinálja, tehát hogy így semmi különleges. Abból meg van vagy 3000 az emelbe.
ez nem az a gép, ez lesz az a gép, amiben a biofuelt, ha belerakjuk, akkor az etilén tud menni ebbe. Hát nem mondjam, hogy gyorsan dolgozzuk föl. Jó. És akkor ez itt mit csinál belőle? Ilyen kis bugylibicskát. Tehát, ha ebbe a gépbe belerakjuk a szubsztrátumot, már nem emlékszek. Nem, szújt. Továbbra is ruhagyártás van itt soron. Igen, abból lesz ez a pelé. Az ő állítása szerint. Igen. Amiből jó, tehát hogy ezt importálni kell. Jó, ez tudja magáról azt, tudja bizony, hogy két bioüzemanyagból lesz egy szubsztrátum, tehát nekünk kell ilyen substrét. És egy szubsztrátumból lesz itt. Már recept gyártásban vagyok. Ami azt jelenti, hogy egy ilyen substrétből lesz egy darab ilyen HDPE pelé. És akkor kell pattern providerből egy darab, meg import buszból is egy darab, meg MKB-ből is egy pár darab. Nem itt, hanem itt a tetején. Mondjuk azt, hogy ő csinálja a HDPE pelét, amit az importbusszal beszivattyúzunk. És a szerencsénk van, miért ne lenne, akkor simán összekötjük az MR rendszerrel, és tadá! Oké, tehát ez azt jelenti, hogy ezt a HDPE pelét akkor le lehet kérni az MR rendszertől. És ha semmi nem megy rosszul, nem akad be, stb., akkor HDPE peléből csináljál, hát egy, mit tudom én most, 10-et. Akkor az elvileg ide bele is csapta. Tehát, hogyha csinálunk ilyen overclockereket és egyéb szépségeket, ezt mondja, hogy upgrade-eket, ugye, energy upgrade-eket gyártsál, aztán csináljunk sebesség upgrade-ekből is egy keveset. Ez elvileg mehetünk a gépeket megturbózni. Ugye ennek is itt gyorsan kéne lemenni, meg energiatakarékosan. Ennek is
ugyanez ez lenne a feladata, hogy energiatakarékosan és gyorsan. Ez is energiatakarékosan és majdnem nagyon gyorsan. Jó. Ugyanis az assembly-be ezeket a HDPS íteket kell betanítani, ami crafting pattern HDPS ít, igen. És igazából mi ezeket a lapokat akarjuk lekérni az MR rendszerből. Azt mondja, hogy HDPE lap. És ebből csináljál egy jó 20 darabot. Elvileg minden adott hozzá. Gyakorlatilag meg mindjárt kiderül, hogy mi is fog itt valójában történni. Igen, megcsinálta a bióüzemanyagot, a szubsztrátumokat. Szépen szedi be. Itt meg pörgeti. Nagyon jó. Itt meg bármi bejön azonnali hatállyal. Ez nyilván eszi az áramot, mint a veszedelem. De már meg is van. Ez meg itt folyamatosan eldolgozgat. Ez itt termel 17 kiló Fe egészen szépen. Egyébként majd, ha foglalkozunk ezzel a vízkérdéssel, akkor ez lehet több is. Tehát, hogy ebben az a jó, hogy elég jó lehetőségek vannak a gőzből, bármennyit be tud kajolni ez a szutyok jelenleg. De ez az oldala megvan a ruhának. Jó, azt meg tudjuk csinálni, az már adott. Indukciós cellát tudunk gyártani. Szerintem. És ugyanez van a cipőbe is. Kb. A polónium pelé az, amit még nem tudunk, mert polóniumot a szolár neutron aktivátor csinál. Jó, hát akkor szolár neutron aktivátor kell. Aha. Bronze ingot. Jó, fire charge. Csinálunk fire charge. Oké. Csinálunk belőle bronzingot. Igen. Hiányzik a reinforced alloy, de szerintem azt tudunk gyártatni vele egy keveset. Aztán hiányzik az Elite Control Circuit, ahhoz az Advanced Control Circuit, ahhoz az Infused Alloy. Jó. Csináljál egy kevés Infused Alloyt akkor. Jó. Abból csinálj egy nem kevés ilyen Elite Circuitot. És mi hiányzott onnan középre? Ja, ez a steel casing, értem. Szia, keszeg! Na, csináltunk 5 darab ilyen szolár neutron aktivátort, ami a nukleáris hulladékot, polóniumá tudja alakítani valamilyen sebességgel. És ehhez van kimenő portunk, ott van egy kimenő port. Azt kéne tudni, hogy ez... Na ez a nukleáris hulladék most folyadék vagy gáz, az meg ki fog derülni.
Jó, a szolár neutron aktivátornak kell áram. Nem igazán. Ennek úgy látom, hogy napfény kell. Jó. Bemenő cucc, kimenő cucc, napfény. Oké. Akkor mindjárt megnézzük, hogy a mechanikus csőbe látjuk-e a nukleáris sugárzó folyadékot, illetve hogy ez ettől mi sérülünk-e. Nem igazán látok benne nukleáris folyadékot. Úgyhogy azt lehet, hogy ő inkább gázként kezeli. Ugye megnézzük, pressurized tube-val, most van benne 58, és eltűnt belőle, jó. Akkor nukleáris hulladék elvezetés. Elvezetjük a nukleáris hulladékot itt szépen ezekbe a nap aktiválós balhékba. Ugye? Nem már. Van egy csomó nukleáris hulladékom a csőben, ami nem hajlandó belemenni ebbe a szarba. On. Input. Gáz. Ja, az is input kéne, hogy legyen. Ó, bele is ment, király. És akkor ezt kell ismételnünk. Input, gáz, front, bemenet. Igen, gáz, front. Oké. Boldogság. Meg persze kevés a csövem. Egyel kevesebb. Jó, Elite Pressurized Tube a feladat. Azt mondja, hogy Elite Pressurized Tube. Hát annyi van, amennyivel most gyorsan megcsináltam. Ti a fenyves. Hát nem tudok mit csinálni azzal, hogy nem szól. A helyzet az, hogy nem rajtam múlik, hogy szóljon. Azt ő csinálja, és ha ő genya, akkor ő genya. Na, szolár neutron aktivátorokkal átdolgozzuk. Nem tudom, hogy ez milyen tempóval megy. Meg lehet, hogy nappal menne, csak éjjel nem. Dobunk egy szunnyát, hogy megnézzük, hogy működik-e. Nem tudom, hogy milyen értesítési rendszert kéne kidolgoznom az élőadásokra, mert úgy látom, hogy a különböző platformok össze-vissza nem értesítenek senkit. Ja, hogy az ennyi idő alatt át is dolgozta a hasít a nap. Jó.
ennek van dikéje, tehát lejárata effektíve? Az jó. Jó. Azt mondja, hogy a következő lépés a Sioux felé, hogy el kell készítenünk a polónium pelét, az V Pressurized Reaction Chamber, és polónium, tehát ezt a cuccot kell továbbvinni, meg vizet kell belevezetni. Jó. Akkor Pressurized Reaction Chamber-t fogunk csinálni. Előbb már csináltunk egyet. Egy van a zsebünkben, de nem bírjuk kidampolni a tartalmát. Úgyhogy marad az a megoldás, hogy csinálunk még egyet. Igen, polónium, pressurized reaction chamber, így. Annak úgyis fog kelleni valami áramszerűség. Igen. És akkor bele kell vezetnünk ezekből a gépekből a polóniumot. Jó, hát kell ilyen pressurized reaction chamber. Igen, látom, hogy egy picit fogy a... Tehát a sugárzás az ott elpárologtatja a dolgokat, de nem veszélyes, csak fogy. Azt mondja, hogy pressurized, vagy mi ennek? Pressurized cube. Igen. Nyilván nem tudok ilájtot. Ott van, szeret, jó tudok. napot! Ja, nem ide! Hello! Most értem ide. Jó, hát most értél ide. Hejhó. Ebben már csak fölébredsz magadtól valahogy. Hanem akkor esti igaz... live lesz. Igazából fél órával később már ébren voltam, előcseregtem a nyomnál. Amikor hívtalak? Igen, de azt mondom, hogy utána előcseregtem a nyomnál, tehát... Ja. Szia fenyves, szia keszeg, aki nem kárász és nem halászléba való. Mi van? Hát a keszeg, tudod, mondta, mindig amikor bejön, akkor mindig meg akarom enni. Igen, meg akarod enni? Hát a keszeget sütve, persze. Kaóri gyerek. Na nem négy lábú, de finom a sült hal. Most is, ah! Be kell állítani ennek az oldalán, hogy a gázból az hátulja az output legyen. És akkor eltűnik? Ubára nem. Ez milyen gép? Napalapú neutron aktivátor. És ezzel mit akarsz, hogy a jetpacket akarod húzni tovább? Nem, a ruhát készítjük már három adás ja, óta. Igen. Ja, még... tényleg mondjuk, ja, de hát... A ruhát készítjük három adás óta, és... Hogyha sikeresen megfejtem egyébként azt, hogy hogyan működik az oldalbeállítása ezeknek a gépeknek, akkor nem nagyon van gond. Akkor van baj, hogyha... Ez már csak három hónappal a három hónap. Három hónap. És megyünk a fenyveshez zabálni. Ja tényleg. Jó, hát én tudod, már azóta ezért fogyókúrázok. Ja.
Szóval itt a nukleáris hulladékot alakítunk át ezekkel a neutron aktivátorokkal, polóniummá, amit belepumpálunk ebbe a gépbe itt, ami egyébként magától tud fogyni abban az esetben, hogyha csak úgy nem jól tároljuk. A nukleáris hulladék magától el tud fogyni, de nem sugároz rám úgy, hogy meghalljak. Egyelőre legalábbis. És ebbe a gépbe még vizet kell vezetni, de